Most viszont folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban, ugyanis itt van már velem következő vendégem, dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Szép reggelt kívánom! Többször ma már mondtam, illetve talán mondhatjuk azt is, hogy megrázta az országot az a sokkoló esemény, ami hétfőn történt az egyik első kerületi iskolában, amikor is egy 18 éves diák nyakon szúrt egy osztálytársát. Nagyon-nagyon sok kérdést vett föl, de akkor beszéljünk első körben arra kérem erről a konkrét esetről is, hiszen felmerült egy új szindróma, talán egy olyan betegség, aminek eddig nem ismerhettük annyira a tartalmi megnyilvánulási részét, ez pedig a Tourette-szindróma. Mit kell tudnunk erről a betegségről? Milyen mentálhigiénes állapotban van az, aki Tourette-szindrómában szenved? Igen, szóval érdemes egyértelművé tenni, hogy a feltételezett nem tudjuk, de feltételezzük, hogy jelen van a Tourette-szindróma. Tehát a Tourette-szindróma vezető tüneteihez nem sorolandó az agresszió, vagy az agressziónak a megnyilvánulása. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ne tegyünk egy címkét, ne féljünk ezektől a betegektől. Ne tegyünk egy címkét rájuk, hogy veszélyesek, hogy ön- és közveszélyesek. Tehát a Tourette-szindróma az nem egy mentális betegség, az egy neurobiológiai, idegrendszeri betegség. Ennek vannak persze vezető tünetei, ahogy mondtam, és az összefoglaló néven leginkább az, hogy tik. Van motoros és van vokális. Ez azt jelenti, ha lefordítjuk ezt a szót, hogy nehezen tudják kontrollálni a mozzulatukat, ez a motoros tik. Vagy nehezen tudja kontrollálni, önkéntelenül kiad hangokat, vagy kimond szavakat, ez a vokális tik. De hogy ebből nem következik az agresszió. Valóban szekunder, azaz másodlagos pszichés rendellenességek társulhatnak a Tourette-szindrómához, és ilyen akár a depresszió, a szorongás, a kényszeres gondolatok, az alvászavar, a tanulási probléma, és amit én kiemelek, ami nem feltétlenül közvetlenül a Tourette-szindrómából ered, az a frusztráció, az a krónikus frusztráció. Tehát az esetek többségében a Tourette-szindrómából szenvedő gyerekek, ez gyerekkorban diagnosztizálják a Tourette-szindrómát, az iskolai erőszaknak az áldozataivá válnak. Ez nagyon fontos. Ez a borderline effekt, amiről ma másokat hallunk? Tehát mit iskolai erőszak, még azon is túlmutat? Ugye ez a bullying. Bullying, bocsánat, rosszul használtam. Igen. Tehát, hogy alapvetően az iskolai erőszak, ugye elfordulik ez a bullying, vagy idegen nyelven, a bullying, tehát, hogy alapvetően arról szól, hogy ha azt látjuk, hogy ezek a gyerekek, ezek a betegek alapvetően furcsák. Ezt éli meg az osztálytársuk. Nem tudnak mit kezdeni ezzel a betegséggel. Igen, és ennek a következménye lehet a kirekesztő, megszégyenítő magatartás, és ebből fakad a krónikus frusztráció. Csak, hogy meg is magyarázzam, hogy miért a borderline jutott eszembe, vagy éppen a depressziót szerettem volna idehozni, mint hogyha ezekkel a betegségekkel egy picit megengedőbbek lennénk, pszichésnek állítjuk be, vagy inkább lelkinek, talán egy ilyen mély letargikus hangulatúnak, míg mondjuk ott van sokszor a skizofrénia is elő szokott kerülni, és akkor mondjuk azt a doktor úr is mondta, hogy nagyon rossz a PR-ja ezeknek a beszélgetéseknek, mert egyből a rettegés az, ami felüti a fejét. Igen, tehát ott nem tudunk mit kezdeni ezekkel a betegségekkel, hogy valaki furcsa, akkor elkezdünk félni. És a gyerekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Ennek a következménye, hogy csúfolják, kirekesztik, bántalmazzák, akár verbálisan, nem fizikailag. Ebből következik a frusztráció. Ebben az esetben egyébként persze találgatunk, kimeneteket találgatunk, hogy mi lehet annak a hátterében, hogy megjelenik az agresszió. Én a krónikus frusztrációt emelem ki, tehát hogy feltételezhető, hogy volt valami fajta acting out jellegű megnyilvánulás, azaz hirtelen felindulásból történt ez a megnyilvánulás. Az, hogy ő mondjuk tervezte és azt mondta, a korábbiakban lehetett olvasni, hogy volt akár kés a táskájából vagy kalapács, ez is a krónikus frusztrációból eredhet, tehát nem feltételezhető, hogy ő aznap gyilkolni akart volna, vagy bárkit le akart volna szúrni. Valószínű, hogy volt egy kiváltó ok, ami ezt a frusztrációt növelte, és ennek a következménye volt, hogy megnyilvánult az agresszió. De hogy maga is mondja, ahhoz, hogy egy ilyen agresszió megnyilvánuljon, valószínű másfajta mentális betegség is állhatott a háttérben, és itt jelenik meg akár a borderline. Tehát, hogy a személyiségnek a torzulása az idő folyamán az végbe mehetett.
szerepet, ezt hívjuk személyiség zavarnak. Milyen társadalmi korképet fest az a tinédzserekről, a fiatalokról, hogy azt halljuk, hogy egyre több a depresszió, a félelem, az aggodalom, itt ugye most már a klímaszorongástól kezdve hallhatjuk a különböző szindrómákat és kezelési típusokat, megoldásokat, tehát hogy mi ez a nagyon nagy lelki válság, amiben a fiatalok ma vannak. Azon, hogy nem érdemes katasztrofizálni, tehát hogy vannak mentális betegségek, vannak mentális problémák, akár nagyon gyakori a teljesítményszorongás az iskolán, tehát a szorongás, a depresszió, pánikzavar, ezek kezelhetőek. Tehát a mentális betegség, szinte az összes betegség kezelhető. Tehát ha bekerül valaki a rendszerbe, ha észreveszi a másodlagos szocializációs közeg az iskola, vagy otthon a szülők, és hogy segítséget kérnek, akkor bekerülnek a rendszerbe. És ebben a rendszeren belül akár pszichoterápiával, farmakoterápiával, tehát pszichológus és pszichiáter segíti ezeket a diákokat, vagy felnőtteket, hogy képesek legyenek megküzdeni a problémával. Elfogytak a percénk, dr. Makai Gábornak köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgettünk a témában. Most következik az online lapszemle, amit Tamástól hallhatnak.